Sziasztok! Na, a mai nap gyorsan összedobok egy karfiol levest, a későbbiekben az meg egy külön videó lesz, grízes tésztával és túrós tésztával. A mai napra ilyen menü lesz. Ez meleg van, jó idő van, kíméljük a nehéz ételeket most egy pillanat. Na! Akkor ne is szarakodjunk, mert felesleges. Megfullad a kutyád. Ez állandóan fulladok rólam. Jó. Kilósat vett ki. Az. A kilósat. Kilósat. Egy kis kola. Esetre feltétel rólam, mert nem... Menjetek innét. Mert nagyon láb alatt vagytok, tényleg már jó, rá fog lépni anyád. Párolni az olajba, ugyanúgy, hát biztos lehet benne valami, mert nem vagyok bóhoz, hogy itt a norrát, hogy kibaszott. Mit keresel, szarom? Kibaszott lisztet keresem. Milyen van? A felszorod van, csak minden be van, de közelítve is mindenki borul. A fűszerek nagyon jó. Megpárolom a karfiolokat. Jó kemény, jó karfiol leves. Jó tejfölösen. Ugye ezt még párolgassuk. Ide feltesszük kislángra. Addig összevágom a zöldségeket. Vettem zöldségeket? Ott van, oda raktam alulra. Azért értem jó, hogy itt azért a zöldségezni akarok, az közben itt nincsen zöldség. Az is milyen drága, amúgy az a budgettesen. Minden drága már van. Ezt én leszoktam vágni, megmosom. Előkészítem a zöldségeket. Na, amikor kis héjabb direkt vagyok rajtam. Kész lett már kovászos uborka is, ugye már. Kivettem, benn van a hűtőbe. Jó, hideg lesz majd, ez később lehet azt is halózni. Igen, krémes a kezem, el fogom vágni. Kibaszott krémen, nem utogassál, beszéljél rólam, nem utogatni, hát most te hátulról. Én kamerázok most. Attól még beszélhetsz, hogy kamerázol. Olyan vagy, mint egy néma kacsa. Tiszta néma vagy, bazd meg. Miért vagy néma? Most nincs kedvem beszélni. El vagy csitúva, nem hátulról kell mutogatni. Hát most lazulok. Lazulsz. Jó, vagy én megfőzök rólam. Mindjárt elvágom a kibaszott kezemet is, mert olyan szarom. De tudtad jó, hogy főz, akkor még rémezted be a kezed? Mert nyálazgassam. Ahogy szoktam, gusztustalan módjára. Már állandóan mosogatok. Akkor lábamban mosogatok megállás nélkül igazából, úgyhogy ide rakom külön, meg ilyen kemény vagy milyen ez a karoláb. Én nem szeretem így megvenni, én azt szeretem, amikor én veszem meg, és látom, hogy milyen. Nem az, hogy valamit beleraknak a... Rád fog taposni anyád, higgyél nekem, Milo, de csak szólok. Annyira imádom amúgy. Rókakoma! Rókakoma! Szerelmem! Miért vagy már megint? Nézzétek meg, úgy néz ki, mint egy róka, figyeljétek!
Miért vagy már megint a lábam alatt, drágám? Úgy néz ki, mint egy róka, nézzétek! Rókakoma! Habuk! Rókakoma! Mi van, kurvanyám? Miért nézel? Már megint enni? Állandóan? Esznek ezek éjjel-nappa. Hm? Állandóan enni? Ott van. Az már zabál, hallom. Már megint. Hát gyorsan, persze, bepótolja, mert tudja jó, hogy el fogom venni tőlük. Igen. És inkább gyorsan beizé spájzol. Én gyorsan, nehogy igen, répát nem szereted, Milo? Na adjál neki, mert úgyse fogom. Ő minden megeszik. Ő minden ebből, nem tudtad a Milo? Ő kajak. De ez itt a hiába mész oda, te úgyse szereted. Majd mindjárt szerelmem, jó? Megnézzük, hogy szereted a répucit, megmossuk és kapsz, jó? Humba? Na, mosta. Jaj, de imádom! Mindenhol mi a követ, még a WC-re is, úgy imádom. Mi van, Dézike? Mondjad! A Dézi mondjad. Meg érted van oda, meglátszik. Mondjad! Mondjad! Na mondjad, kiskutyám! Mondjad! Várjuk már le a farkát, tegyük már levesbe. Jöjjön el, úgyis hasonlít a répára a farka. Ja. Na gyere, szerelmem, gyere! Gyere, kicsi. Gyere. Finom. Finom. Jó, elsőnek még meg kell neki nyáladznia. És már viszi be a helyére. Meg kell neki nyáladznia, megnyálazom én. Dézi, te nem kapsz, mert te úgyse szereted, úgyhogy... Az meg egészségesen, csak szólok a répa. Adja neki is egy darabot. Ebből valaki levágott már. Az úgy van. Nem adok. Nehogy azt mondd, hogy megetted. Biztos, hogy nem ette meg. Nem? Csak bevitte a helyére. Ennyi, nézd meg! Ennyi, nézd meg! Csak bevitte a helyére. Tuti! Azt képte... Ne adjál nekik, ott van a... Bevitte a helyére. Bevitte a helyére? Igen. Akkor menj el innen! Beres! Menj el innen! Milo! Hagyjad, ne hagyjad, hagyj üljön ott! Nem pörköltet csinálok. Az majd jövő héten lesz, a kovászos uborka mellé. Azért csinálom most a leveseket, hogy legyen egy kis zöldség, leves a szervezetbe. Mert ha nálunk pörkölt van, akkor pörkölt van egy hét. De nokedlival fogom csinálni. Jó. Mikor hétfőn? Nem, hónap hétfő, de hogy, majd kedden. Ja, tényleg, mert ezt most két napra csinálom. De azt lehet megcsinálom hónap. Nem. Fogjon el a leveske, jó? Két napra ez megvan. Már a hónapra, az kedden is lehet pörköltet csinálni. Vagy szerdán. Elfér a kovászos uborka a hűtőbe, legalább annál jobb hidegen. Én van. Ez kinek hogy telik a napja, a hétvégéje? Ez nem serceg. Te meg kéne sercegnie. Hát így nem fog, hogy levetted. Én nem hozzá se nyúltam. Hát olyan fagyos, mint az álom. Hát ez még fagyos. Ha láng se volt rajta. Nagyon jó. Úgyhogy másodiknak meg jön a Timnek a grízes tészta, amelyen ugye én... Délután, én nem szeretem annyira a grízes tésztát, tehát én nekem azért csinált úros tésztát. Én nekem valahogy megutáltam a grízes tésztát. Nekem de a túrós tésztát a Roland fogja. A grízeset én, a túrósat pedig ő. Mi csak ki kell főzni az a tésztát. Hogy lássátok, hogy ő is. Meg összekevered a túrót, meg a tejfölt, meg a... Ne vedd ki magadat a munkából. Én kiveszem. Itt fogom azért a kamerát. A túrós tésztát? Na, majd most én is fogom. Nem kell fogjad, majd én fogom. Hú, kell belenni? Kell. Hogy ne kéne? Hát én imádom. Én szeretem az zöldségeket. Gyerekek, annyi répát beleraknak sárgát. Hát hogy... amúgy több répát raknak bele, mint zöldséget. Kettő zöldséget raknak ja. bele, meg 10 répát. Nagyon kemény. Amúgy. Az előbb voltam lent itt alattunk a kompótba. Hogy tudjátok, mi ezt a Nescafét hisszük, ezt a csomagoltat, ezt a 3-1-be. Eddig 600 forint volt, most meg 720 forint. 120 forint tartott? Hát,
Az a 120 forint, 120 forint. Ez kemény azért. Hát azt mondom. A cigit is felemelték 2000-re. Azért 2000 forinttal? Nem, 200 forinttal. Most már egy doboz cigi, tök mindegy milyen cigi, 2000 forint. És még akarják még 200, úgyhogy 2002 lesz a doboz cigi. Még a dohány még nem emelték. Ja, de egy százasra emelték. Hagy párologjon a zöldség. Pohára. Ugye azért mondom, hogy... hagy párologjon. Ennek meg kell párolognia. Vannak itt narancsok. Hát ugye ezeket a koktélokat, citrom, lámok. Amikor szoktam csinálni. Amikor csinálja az Imre a koktélokat. Ó, ezt kidobom. Miért, mi a baj? Á, gyerekek. Be volt rohadva. Meg mi ez a mit, mivel a Daisy-t, ha már hallom nagyon. Nagyon valamit itt izért. Fogadjunk izé, kim őzé fönn volt az ágyon. Mi? Fejezd be, Daisy. Nem hiszem. Nem tudom, mert nagyon izé sunyit. És arra volt, onnit jött az ablak felől. Ugrál az ágyon, a kutya? Itt vagyunk kint, azt ő megugrál az ágyon. Na jó van, add ide azt a répát. Kész, be van fejezve. Be van fejezve, Daisy-ke. Szanaszét hordja a répákat. Biztos, hogy nem. Nem játszunk ilyent. Köszönöm szépen. Csak szétmorzsolja a répát. Az egész laminát. Még jó, hogy vízálló. Az egész laminát padló olyan volt. Még jó, hogy vízálló a fekhelyük. Könnyen lehet takarítani, nagyon szeretem. Tényleg a többit fel kell majd dobálni, és tudod a lézőjét. Ja. Ha nem dobott fel, akkor feleslegesen ott áll. Feleslegesen vetted meg őket? Ne, kell adni, megveszik, mint a cukrot. De ha valamit megveszek, nem adom el. De az, hogy fekvőhelyről fekvő... Mert hurcibáltuk magunkkal a kettőt. Azt is megvetted azt a zöldet, az az is ott van. Na, megmosom a répákat gyorsan. Aztán úgy is párolom össze a többi zöldséggel. Többi zöldséggel. Ez csak így ketté nyerszem. Nem kell bele annyi sok. Ezt is így csak így kettében nyerszem. Nem kell annyi a répa. Mégis most a levesbe ott álljon. Ezt nem kell vágni. Jó hát, az úgy. Nem így. Ez még mehet így, mert úgyis párolom. Ezt meg így. Az kész. Kis cukit, nem? Jó. Most még úgyis egy helyre megy. Úgy is egy helyre mennek a répák. Ahogy mi. Ezt még három fele. Az már legyen túlzottan. Vastag meg tudjon. Időben. Rá fogok taposni. Hát akkor oké, nyűszít egyet legalább a videóba. Ez ilyen. Nagyon fog neki fájni, kegyetlenül fog. Jó, ne törd meg. Nem, hát csak akkor szétkered az zöldséget. Beledobáljuk a zöldségeket.
ez is hagy párologni, ez is. Ennyi répát nem éltem még az életembe. Kell még az a sok répa? Kell. Hogy ne kéne? Én szeretem, amikor jó zöldséges egy leves. Nézzétek meg, úgyhogy csókolóznak. Nézzétek! 0-24-ből még alapkodnak, majd 18-as karikáznak. Komolyan mondom. Fúj! Mit csináltok? Forgassuk így, hogy nem tud szétmenni, ne aggódjál, csak párolódik rólam. A levesbe alapból. Úgy, nagyon jó. Na mi van? Megállt a tudomány. Hát én is azt kérdezem, hogy megállt. De hogy állt meg szerelmi a tudomány, nem állt meg itt semmi. Én tudod, hogy se perc alatt összedugom a levest, és finom. Mészár szokott lenni? Nem. Csak ne egyesébe dobáld már bele. Még ezt is beledobom. Miért nem egyszerre dobtad bele? Azért. Na? Az ősége az már nem olyan, mint a répa. Pedig jó szokott lenni. Meg jó, fú, de kemény. De hogy nem, mindent összevágok én, nincs az, hogy nem. Milyen kemény te. Az úgy jó. Megállt a szó, megállt a tudomány. Főzök, nézd. Megállt az idő. Nem állt meg az idő, kicsim. Ja, nem az idő, az nem áll, nem tud megállni, az inkább gyorsan megy. Nézik, hogy főzök, kicsim. Igen. Hát mit kérdezlek? Nézzék, hogy csinálom a levest. Azt viszontlátásra. Azért van. Zöldet nem tudok ma. Meg egy fokhagymát is rakok bele. Egy darab fokhagymát. Gyerekek! Ilyen gyönyörű fokhagymákat így szoktam. Beledurrantok egy nagy fejet. Így, né? Szerintem még egyet. Még egyet beledurrantok, de ha nem mondtad volna, akkor is beledurrantottam volna. Mert én szeretem, hogyha a leves tényleg bőséges. Hogy mutogatok a kutyáknak is, látnátok a háttérbe. Mindig mutogatok a kutyáknak. Nem csak a kutyáknak mutogat, szeretem is. Nagyon jó, ez is meg volt, ez is. Ott mutatom a zöldet. Belerakjuk a zöldséget. Az. Petrezselyem. Kicsit átpároljuk. Az. Mindig egészséges egy kicsit átpárolva a zöldség. Sziasztok, itt vagyok. Ablakba. Na
milyen illata van róla. Nagyon jó. Annyi, hogy légy szíves. Én nem tudok csinálni semmit. A fűszert leveszed nekem? Igen. Ja. Szóval nem tudok semmit sem. Hát basszus, mert fenn van nagyon. Bele a vízbe. Jó, de ügyes ez a Ronald. Hát, nem mondta senki pacsájót. A borsólevest is úgy szoktuk, hogy egy kis lisztet ráteszel, és úgy. Hát igen, én úgy csinálom, ahogy kell. Minden levest. A kíváncsi vagyok a piros paprikára, az milyen? Meg van kicsit párolva, nagyon kicsit meglisztezem. Így, né? Nem, ott az új piros paprika. Egy kis ételizes itt. Tudom, ilyent vegyetek, mert ez nagyon jó. Ez granulátom. Rakok bele, mert a rolandat mondtól vízetlen a kaján. Én még látom a piros paprikát, ott van az. Meg a szemedet is kiszúrja. Annyira piros. Ez majd kiderül, mennyire piros. Hát, hogy majd öntöd bele, majd úgy fog látszódni. Az piros. Nem piros, ha? Sokszoros páros a piros. Az olcsóbbik kategória a piros. Legyen szép színe. Úgy is meg megy bele a tejtől majd. Ezt majd be kell zacskóznom. Hát ollóval kellett volna kivágni, mert az a baj, hogy megszóródik. Hát szóródjon, az a lényege, hogy majd kis zacskóba berakom, az jó lesz. Kicsit át van keverve, át van forgatva, jaj, de jó. Jó, elég, mert szép. Nem jön szét. Alapból szét kell, hogy májon. Hát nem kell szét májon. Valamennyire szétfoglalom. Mert itt csak az a baj, megtöröd. Mert te csúnya lesz. Feltöltöm. Ebből jó soknak kell, hogy legyen, mert a Roland az berepet állít. Hát de valami borsolevesből is ettem négyszer. Jó, de azért gondoljál másikra is. Mi a másik azért ettem egész, vagyunk? De Roland, egy egész lábas levest meg eszel egyedül, az azért gáza? Milyen egy egész lábas? Hát nézd már meg, hogy egy teli lábassal csinálom. Négy tányérra ettem csak. Kicsi tányéra. Jó, aha, egy egész lábasnyi levest megeszik. Hát nézzétek meg, ez két napi leves, gyerekek. Két napi leves. Jó, hát én leveses vagyok. Inkább még rakok bele, az a biztos. De mondom, gyerekek, felzabálja az egész levest. Tehát ezt látná más, azt mondaná, hogy... Még más. Két napi leves, Roland. Jó, hát de a finom, akkor fél. Májló, rád fog lépni. Mondom. Majd figyeld meg, nyüsszíteni fogsz. És nem a gazdád lesz a hibás, hanem te. Itt van, jó, átkeverem. Kislángra leveszem, hogy szépen rotyogjon, ne az legyen, hogy orba szájba rotyog, aztán kifut az egész makó. Esküszöm, elátkozok mindent. Úgyhogy... Így néz ki az én karfiol levesen. Ugye majd még megy bele a tejföl. Majd a tejfölös kis habarásos verzet. Úgyhogy rátettem a födőt, megyek cigizni, kávézni, és majd jövök a habarással, a tejfölösséggel. Meg a tészta, ezért mi ez? Kifőzni a leves tésztát. Így van. Gyufatésztát vettünk. Elraktam a tésztának a vizet. Hogy már akkor abban se kéjen szenvednem.
Közben majd mindjárt megkavargatom a kaját. Egy kis vizet rakom bele, így ne ide jön. Mit csodát raksz bele? El vagy egy kis olaj rakom bele. Letapadja lesz, de az hagy forjon. Na, nézzétek! Sótam raksz bele. Minek? Hát a leves sós. Úristen, Roland! Majd akkor is lehet be, de amúgy te mindent be sót raksz. Mindenbe kell sót rakni. A leves alapjáraton a sót. A süteménybe is kell sót. Mindenbe kell sót. Roland, a leves alapjáraton sós. Ha nem rakok a tésztavízbe sót, nem fog összedőlni a világ. Hagy rotyogjon. Nézd meg szépen. Megkóstolod, hogy milyen? Még nem is rottyant. Hova kóstoljam meg? Mi a neve? Hát most azt várom, hogy rotyogjon, azért nem is rakom rá a tetejét. Felesleges. Na akkor csupa zsír minden, meg csupa olaj. Szerintem azt mindegy, úgyhogy most nem foglalkozok vele. Szerintem én a tejfölös cuccot azt már elkészítem. Mert tejfelesen fogom megcsinálni. Jó, üres. De várjál! Neked kell a tórós tészta. És ott van még egy. Hát én direkt vettem. Azért üres a hűtő, mert most engedtük le, most lett kitakarítva. És nem fogok teli hűtőt kitakarítani. Ugye, amit nem kellettek, olyanok voltak, azt kidobáltam. Mi van? Mi van, Májlóka? Mi van, Májló Bájló? Mi van, Májló Bájló? Egy kis tejfölös cucc. Szerintem ez simán... Hát ezt mind beledurrantom. Ha persze. Ez úgy a finom, ha jó tejfölös. Adja kutyáknak is. Azt még rak bele? Nézzétek milyen cukkendárok. Imádom, amikor te csupa tejfel a fejük amúgy. De miért vagytok analfabéták, belül van? Így. Neked így. Így. Úgy. Na. Tele már édeszem. Szerelmem. Nem, az ebbe is belekötnek gyere, majd. Gyere kincsem, gyere, nézd ide, túrom nektek előre, jó? Nem tudom lejjebb vinni a kamerát. Tessék. Jaj, bocs. Imádom őket, imádom, szerelmeim. Csupa tejföl, tegnap fürdettem ám őket. Gyere életem. Milo, itt van. Tegnap fürdettem őket, rájuk fog ragadni a tejföl, bazd meg. Nem, mert törögetem meg minden, meg meleg ma, lemosom. Jaj, de finom, nagyon jó a tejfelek, jaj, de finom. Én is belenyomhatom az arcodat. Imádom. De mi nem kaparod ki nekik? Nézd. Az szép volt. Ott van cicáim, egyétek meg. Már több tejfölt nem adok nekik, mert... Mondjuk, ha bár gyere már. Dézi. Egészséges. Finom tejfelecske. Utána úgyis megmosom a kezem. Gyere még, itt van. Gyere, nyaljad. Jaj, de finom a tejföl! Jaj, nagyon finom! Jaj, de nagyon jó! Imádlak, szerelmem! Jaj, csupa tejfelek a fejünk mindenünk, csupa tejfel! Megmosom a kezem. Mindjárt megkövölgetlek. Olyan aranyosak! Olyan cuki! Csupa tejföl, a Milo, nézzétek! És amikor a kisgyerek
Nézzétek, csupa tejföl. Jó, van egyet. Ha Istenem, ne egyed, ez egy remájló. Edd föl, légy szíves, ott van. Miért is, amikor a gyerek eszik, azt mondja. Hozzá törlőkendőt, törlőgés van őket. Fejük csupa olyan mindenük. Amikor belemásznak a Nutellába. Hát persze. Kicsikét belenyomtam mind a kettőnek a fejét, hogy érezzék a tejföl. Meg a hatászok. Gyertek szerelmeim, megtöröldetlek titeket baba törlővel. Gyertek! Gyere! Gyertek! Nézzétek! Milo! Várjatok, már nem pixál ez a szar. Milo! Milo! Csupa tejföl vagy! Na, jó, gyere, engem nem kell összetejfölözni. Gyere, Milo! És amikor csupa fagylaltok, rendesezik a nagy magnumokat, gyereket. Hát rendes magnumokat esznek a kutyák. Majd lesz a Milo töröd le, mert ő nagyon tejfölös. Nagyon tejfeles vagyok. Nagyon tejfeles vagyok. Gyere ide, szerelmed. A muszáj. Csupa tejfel vagy. Jó. Beszállod a fejembe. Jó, te finom. Kunta tejfel. Jaj, de finom volt a tejfel. Jaj, de nagyon finom. Na mi van, Milo? Volt a tejfel. Mondjad, csupa tejfel voltál. Gyere, csipásunk. Megszörögessük a csipáktól a szemedet. Mindig törölgetve vannak, törlőkendővel. De ez itt is van. Hát igen. Meg voltam a tejfeles berakás. Na, finom volt a tejföl. Belenyomtam a fejeteket a dobozba. Ezek chipses zacskót is a fejükre szoktam hozni. Úgy eszik a chipset. Ugye? Főleg a Milo belemászik így a chipszes zacskóba. Ugye, szerelmem? Délután fagyiztok? Igen? Szoktak ám fagyizni. Nagy magnumokat eszik. Más mondjuk gombócos fagyit nem tud venni. Engem más nem érdekel, nyom az érdekel, hogy nekünk jó legyen, meg a kutyáimnak jó legyen. Azt a többi nem számít. Jó, akkor ilyen kis hőkiegyenlítés mindjárt végzek. Majdnem, hogy a lábam alá jött. Hát ez ilyen, akkor nyűszített volna egyet. Na hát ebből kőhő kiegyenlítés, mert hideg, mint a kutya. Micsoda? Kutya picsája olyan hideg. Ezt muszáj vagyok, mert ha nem hő kiegyenlítem, akkor becsomósodik. És akkor ugye... Az úgy rád fog fröccsenni, innét látom. Nem fog rám fröccsenni, mert lassan csinálom. Tehát azért annyira hülye nem vagyok, hogy tudom, hogy van rajtam ruha, és... Nézd meg, mit adok neked.
Nézd meg. Tessék. Tudom, de elsőnek össze kell nyomkodni. Tessék szerelem. Még tudod, még mindig hideg, és ugye meg... Jó, ez már biztos, hogy jó lesz. Köszönöm. Szívesen. Segítek, látod mindenben. Rám mindig számíthatsz. Örülök neki. Mindenben támogatlak. Én is, téged. Az biztos? 13 éve. Nem mondhatod, mert akkor magadnak hazudsz. A csomókat kézélom belőle, azért csak nem akarom így lötyögtetni, mert én csak ott kilötyög. Na, jó van, arra menjél kifele. Arra menjél kifele, Milo? Na, mit csinál? Gyere, kiskutyám. Gyere. Gyere. Na, arra mennyi. Arra. Futás. Futás. Na, mi mit csinált szerint? Elfeküdt magának a fürdőszobába. Jó, hát ez a legkorból. Nagyon jó. Itt arra beállatna, hogy rám is fölösköl. Kicsit lejjebb veszem, mert nagyon habozódott. Na, hogy rám fröccsenjen. Nem fog rád fröccsenni. Jó, sok lett. Ez jó, sok lett ez a leves. Örülj neki. Ja, tudok jókat valóban. Ez jó sok lett ez a leveske, gyerekek. Megemelkedett nagyon. Azért is vettem lejjebb a lángot, mert nem akarom, hogy kifusson. Mert akkor aztán itt minden tejfölös lesz, meg zsíros. Szépen összekevertem. Úgyhogy lehet repetázni majd. Subi Roland. Ugye, hogy milyen finom a leves? Igen. Kell is néha, mert néha szorulásom van már sok izétól. Szó szerint, gyerekek. Tehát nincs az embernek a belébe, ezt figyeljétek a nagy parfiolokat. Ha nincs az embernek a belébe lé, akkor... Azt egy kanalat már kóstolhatom. Annyi, hogy esetleg kell még bele soha, azért mondom. Jó? Nagyon nem szeretem, mondod, hogy muszik a tetején az olaj, azt hogy tudom leszedni? Az sehogy, azt hagyjad. De mert van szűrni, nem. Tudtommal van szűrni. Ha-ho. Ezt nem tudom leszűrni. Így. Ez nem izé. De undorító valamra. Hát már oda. Van alatt. Annyira kell, hogy rajta legyen. Túl sok lett az olaj. Majd leszedem az olajat, mert én nem szeretem a levegőt. Ezt nem tudod leszedni. De undorító, Roland, azt le kell. Az el fog benne menni. Nem megy el, úszik a tetején, hogy a gyomromba is undorító. Azért nem látom a... Na jó, már nem kell szoktodni. Ebbe rakjál még sót. Biztos lesz íze. Hát biztos. Ugye ennek gyönyörű szép fehérnek kell lenni, azért tejfölös,
és ami felúszik olaj, én azt leszoktam szedni. A nagyját, nem tudom, ilyet nem mondj videóban, mert kinevetne. Az olaj az a gyomrodban is felúszik, az nem szívódik fel. És ahogy az olaj a levesen, a pörköltem, mindenem megáll, gyerekek, ha nincsen igazam, akkor mondjátok ezt. Hogy az olaj, az megáll. Azt tudod, hogy tudod kiszedni? Ahogy. Sehogy. De kanállal szoktam kimeregetni. Plusz pohár, édesanyám így tanította. Most miért fogod a fejedet? Nem is értem most, miért fogod a fejedet. Minimálisan. Látjátok, mennyi olaj van rajta? Ezt figyeljétek. De amúgy esetem, minek nem tettél bele olajat? Kellett bele olaj. Ez nem borsó leves. De akkor is kell bele. Minden levesbe kell. Tehát minimálisan leszedjük, mert ez undorító. Tehát ez így, anyám így tanította, és így szedem le róla az olajat. Szerintem ti is csináltatok már ilyet, hogy a levesről fogtátok, és leszedtétek a felesleges olajat. Látjátok, mennyi olajat szedek le? Rengeteget, és ez a hasunkba úszik, folydondorító. Hát, de jobban csúszik, kifag. Nem, ezért fájdul meg a gyomrom. A csöves olajtól. Mert én egyébként mindent zsírral főzök. A leves, mióta csinálod zsírral, bazd meg? Hát, ne idegesítsél már csak föl. Itt megborult az olajról, mert ez... De nem mondta senki, hogy basszál bele olajat. Az rengeteg volt, most már azért kezd tűrhető lenni. Nagyját, nem is értelek, bazma. Nincsen gond, tehát leszedem róla, hát most zebben jár. Le kell szedni róla az olajat, és kész. Na. Az, hogy minimálisan van rajta, az na, nem jó, kész. Már kész van. Nincs kész, mert de. Mindig itt vannak a nagy. Jó, az majd elföl benne. Nem akarok. De akkor is szedtél le, nézd meg mennyit leszedtél. Hát elég. Az sem. Már jó van, elég. Nézzétek, van. Milyen szép, már kezd szép lenni a levesen. Jó, annyinak, annyi elég van. Ezt figyeljétek, mennyi olajat leszettem. Hát nem mondta senki, hogy csapjál bele annyit. Jó, annyi elég. Annyi ez a makutyákat, mint tevékenkedem, nagyon csömbben vannak. Nagyon csömbben vannak. Nagyon csömbben vannak, és csömbben vannak, akkor valamit csinálnak. Akkor körbe szoktam nézni. Amikor nagyon csönd... Te már megint mit eszel? Eszik. Hogy ez állandóan valamit talál, bazd meg. Az olyan tisztaság van nálunk, bazd meg, a földről lehet tenni, de ez mindig talál valamit, bazd meg. Na nézd meg, milyen szép tiszta lett a leves, gyerekek. Elnézést kérek mindenkitől, ha egy kicsikét undorító lett a levesem. De láthatjátok, hogy próbáltam megmenteni a megmenthetőt. Én nem szeretem az olajat a levesen. Jó, annyi elég. És nézzétek meg, szerintem tökéletes. És ennyi olajat szedtem le. Ugye, hogy azért kultúráltabban néz ki? Tehát, hogy a tejföl látszik rajta. Te csaptál bele annyi olajat, nem én, te főző. Na, így most már gyönyörű, szép. Rakom már olyan fel. Meleg, hogy... Nézzétek meg, gyönyörű szép a leves, látszódik a tejföl. Ez már csak egy kis minimális olaj, az elfér a gyomorba, ez kell ennyi olaj. Megkóstolom ízre, milyen. Mert nagyon szeretem a fűszeres kajákat. Nem úgy, mint az éttermekben, ízetlen a kaja. Igen, én se szeretem. Szeretem, ha van intenzívítása. Hol a leves? Ez így, de jó. Hol a leves tészta? Ott van. Ott van, gyufa tészta. Akkor ezt mindet, ugye? Hát persze. Nem lesz túl sok? Nem, hát az... Mennyi? Hány grammos? Nézd már, hány grammos? 250 grammos csak. Gramm ide, gramm oda. Én a leves tésztát is úgy szoktam csinálni, nem főzök szét, mert undorítom. Nem szeretem, ha kenődik a pofámba a tészta. Na jó kis gyufa tészta, gyerekek.
lesz a gyufa. Gyufa tészta. Most azt kívántuk meg. A gyufa tésztát. Gyufásan. Úgy, hogyha hát kész van, akkor jövünk a tálalással. Kóstolással. Sziasztok addig is. Sziasztok. Tészta jó már? Nem az. Melyik a hátsó? Az. Biztos, hogy jó. Egy gyufatészta. Gyufatészta. És akkor ezt a kis tésztát hova rakjuk? Mert ekkora lábos, egy ekkora kis tésztára. Tányérba. Egyből tányérba tegyem? Dik a kásuki bolon nagyfejű, feldagadt fejű, izé, malac, sertés, pörkölt. Bazd meg, gondolom szűrd le hideg vízbe, nem bazd meg? Ez kevés tészta. Elég. Ezt megzabáljuk. És? Most ahhoz nem acskoljunk már be. Tányért, mondom tányért. Bazd meg, szép. Ha süket van. Ebbe bele lehet rakni. Abba. Miért ebbe is bele lehet? Megy ebbe? Melyik a szimpatikus? Az. Ajzé, kutyatál, bazd meg. Kutyatál? Szerinted kutyatál az? De ilyet nem mondj, mert az emberek elhiszik. Az engemet meg nem érdekel, az emberek meg de nézd, némelyik kásuk. Van ám itt ilyen is. Abba szerenem. Ez hihes már, így is ám izé. Főlám. Ott van hátulám amúgy. Minek a nagy? A nagy. De hogy kell nagy? Te mindenhez nagyot használsz. Most ezt mégis szűrjem le. Hideg vízzel. Nekem mindegy, mit csinálsz, de neki felagolva. Felesleges. Én leszoktam. Belemegy a hasonlóba. Azt jó éjszakát. Most mit szarakodunk itten? Leszűrögetünk meg így. Belemegy a levesbe, gyerekek. Annyira nonsense ez a rólam. Annyira szeret minden túl dramatizálni. Én nem, én precízen csinálok mindig jaj, mindent. Jaj, mert most nem kezdem el lehűtögetni. Hát rámegy ez a szar. Az leves. Igen. Csak javítalak, nem szar, leves. De forró. Leves, leves. Hát olyan kevés az egy csomag tészta. De nem baj, inkább legyen kevés, mint hogy megvegyük és utána dobjuk ki. Mert már volt rá példa, hogy megvetted rólad a nagy csomagos tésztát, és utána itt át, és akkor hello, szia. Nem tudom, egy kicsit elhagyom hideg vízbe. Kicsit átforgassuk így. Most saját magadat vezetted, ám meg. Nem baj, meg jó, hogy vezessem egy kicsit. Hát te mindig az a baj, megvezetted magadat. A fordítottját csinálod mindig mindennek. Azt azért szokták írni a kommentelők, hogy Timi, mit csinálsz? Roland, valaki még főzni se tud. De most saját magadat vezeted, meg bazd meg. Miért? Mert saját magadat vezeted. De miért nem ebbe öntesz? Fogd meg, mert... Forró. Nem érdekel, inkább leégetem a kezemet, bazd meg, ne bóckodjál már. Jaj. Forró, mint a mag. Végig kell mindig a fordítottját csinálnod, szerelmem. Aztán meg azért jött meg belét, hogy mi van, nem tudsz főzni, nem tudod megcsinálni. Mindig arról annak kell mondani. Kiszopják a fekete lukamat. Azt kiszophassák azt az igen. Illatos, friss, borotfált, fekete lukamat. Irigyecik. Hát egyik se tud úgy főzni, mint én. Egy paprikás krumplit nem tudnak megcsinálni. Hagyjuk már. Azért rendelgetik az emberüknek a kaját. Mert analfabéták. Csak kozmetikába tudnak járni, azt főzni meg nem tudnak. Úgyhogy én rólam az ilyenek ne beszéljenek. Akik nem tudnak. Én 16 éves korom óta főzök. Nem te tanítottál meg, én már alapból tudtam főzni, mikor összejöttem veled. Az, hogy én nem főztem, mert egyedül voltam, az egy dolog.
Én előtte főztem. Napi szinten főztem. Nem most az első 6 tésztát főzök ki. Na most mi hergeled föl magadat? Mert a csöves emberekkel jössz állandóan. Ki a geci té... Én nem akarok senkinek megfelelni. Nézd, magamnak, senki másnak. Én senki... Hát de tudod, milyen világban élünk. De te mindig mással foglalkozol. Az emberek, tudod, az emberek. Mindenbe belekötnek. De amúgy igazad van, ha precízen csinálod, abba kötnek bele, ha nem precízen, abba, tök mindegy, mit csinálsz, vagy bárki, mindenbe belekötnek. Most köszönjük el, hogy belőlejtettem erre rá. Nyugodtan. Az azt mondják, az nem odavaló. Na, én nem látok most direkt az éj is. Neki ezt is most nem szép tiszta legyen. Kit érdekelnek? Kurvára nem érdekelnek a népek. Nézzétek meg az arcom, annyira nem érdekeltek. Tisztelet a kivétel. Tanuljatok meg főzni. Akkor utána lehet magyarázni. Nekem, aki 16 éves korától főz, mert nézzétek meg az oldalamat, hogy milyen ételeket csináltam. Minden ujjatokat megszoktodnátok. Olyan ételeket tudnátok csinálni, mint én. Tisztelet, mondom a kivétel, mert egyes nők főzni se tudnak. Nem tudják, mi az, hogy főzés, csak rendelés. Megkiskolja, izé, kieciskolja, hideghaja, inkább éhezteti az emberét, mert nem tud főzni. Ha én egyedül lennék, akkor is főznék. Bármit megfőznék. Ha nincs igazam, Roland, mondd el. Igazadom. Nekem ahhoz nem kell a Roland, hogy meg tudjak főzni bármit. Ez így igaz. Szer. Én bármit megfőzöm. Bármit. Na jó van, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hát, a tálalást csináljuk már meg. Kaját. Kiszedem a kaját, és akkor kortol a szerelmem. Jó, várj, ez még meg kell nézni. Répa megfőtt már, kiszedem a kaját. Vagy még izé. Próbáltam izé kohárat csinálni, vagy egy kohárat. Mi a bárnak régóniva? Mikor kezdtem el? Hát nem tudom. 4:12 volt, Roland, és 4:1 van egy órája. Jó, jó, széttörni se kell amúgy a répákat. Hát azért legyen tartás a kajának. Na jó, egy negyed óra kell még neki. 10 negyed óra. Annyi kell. Inkább dob. Összedobsz nekem egy koktélt. Megkérhetlek. Milyet szeretnél? Kérlek szépen, citrusosat kérnék szépen. Jó, felteszed ezt a témát, köszönöm. Felteszem. Citrusosan nem minden tiszta egy merő a KD-k itt. Takarítva minden. Na, de fincsinyel ilyen ez a legeske. Ó, de jó. Ez nagyon fincsike. Jó. Mibe szeretnéd? Citrus. Jó, ha ilyebet csinálom neked? Persze. Szép.
tessék, csináljak cibruszt. Jól van, akkor én most elkezdek neked egy szép koktélt csináljak? Csináld meg, ahogy szoktad. Szépet csináljak? Te? Csináld meg, ahogy szoktad. Jó, akkor csinálok neked egy szép koktélt. Ja, nem ebből. Bocsánat. Nem fognak a... Milyen kések? Dob ki a picsába, bazd meg! De miért nem fog? De miért nem normális késsel vágod? De miért nem fog? Tehát nézd meg! De miért? Nézd meg! Miért nem normális késsel vágod? Miért? Jó, életlen szar késsel, bazd meg! Tiszta életlen a kés. Ja, meg kell élesztetni az összeset a... Mindegy, akkor ez még beleadva. Így szoktam. Jó, nem kell itten okoskodni, ez már alapból ki fogom dobni. Milyen jó időben. Így. Ennyi. Cidrus? Cidrus. Buborékosan szeretném. Buborékosan kérnem. Buborékosan kérnem. Amúgy ott kell a hosszú kanál. Mit szoktam? Az kemény? Semmi probléma nem történik. Egészségedre. Köszönöm szépen. Itt a finom. Citrus. És ugye van itt mindenféle gyümölcs, mangó darabok. Ma eljössz velem, kell vennem gyümölcsös tálat. Milyen gyümölcsös tálat? Hát, hogy ne tányérba legyen a gyümölcs. Gyümölcsös tál. Amit ide kirakok, és kint van a gyümölcs. Nagyon jó. Roland, gyümölcsös tál, amiben így kirakok a gyümölcs. Na, kész is vagyunk, lezárom, most már nem fogok itt órákig szenvedni vele. Átkeverem, kiszedem a szerelmemnek a leveskét. Magamnak is, mert ugye ott forrón, én nem bírom enni a levest. Mélybe eszed, ugye? Igen. Egy sajnos leves, amit jöttem. Jaj, de telik a pont a muszáj lenne. Sok tésztával szeretnéd? Nem szenvedünk ám itten, gyerekek. Jó. Már látom, hogy már integet, hogy ez már neki jó. Mindig így szoktam. Csak így a háttérből. Nem kell megemelni. Nem megemelni akarom, csak elfordítani szeretném már. Na, sajnáld már zöldséget ki belőle? Nem sajnálom, hát itt van, nézd meg, rakom neked az egészet bele. De forró. Nem tudom, hol van belőle a fehér életem, de majd még te úgyis repetázgatsz. Nagyon jó. Még azért egy kis levet szeretnél rá? Nagyon jó. Na és akkor jön a kóstolás.
Jön a sobiroli. Megjön a tésztás bizé. Ezt így visszarakjuk ide át. Na legyen útba. Letakarítom itt a terciát. És jön a szerelmelés kóstol. Ugye? Így van. Ne legyen vizes a kezed, mert múltkor Petike belekönyökelt. Tessék, szállam. Szóval utána magamnak én is szedek. Megnézzük, milyen lett. Fölizéljük, ma alul van a tészta. Jól égeti a számot. Megnézzük elsőnek a répát, hogy jó-e. Hol visszacsapodjon a szádra. Hát csak nem. Biztos, hogy jó. Uh-huh. Répa jó. Elkosszük. Így ízre. Milyen? Fújjon, mert nagyon meleg. Láttátok, még fort. Azt tudom. Ebből repet alasz. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, és kellemes hétvégét mindenkinek. Sziasztok!